Miért vitatkozik egy narcisztikus a gyermekek előtt? A narcisztikusok gyakran szándékosan teremtenek konfliktusokat. Ennek a fő oka az, hogy az általok támadott személy érzelmi reakciója kielégüléssel tölti el őket. Azáltal, hogy a gyermekek előtt vitatkoznak, fenntartják és kiterjesztik a dominanciájukat és a tekintélyük szerepét. Egyúttal aláássák a másik szülő pozícióját is. Gyengének és irracionálisnak állítják be őt. A nácisztikusok mindig manipulációval próbálnak fölénybe kerülni. A felállás az szokott lenni, hogy aki reagál a nácisztikus provokációira, az a hibás. Amikor gyermekek előtt vitatkoznak, igyekeznek a saját elényükre manipulálni a helyzetet. Eközben önben, szülőként bűntudat alakulhat ki, mert felelősnek érzi magát emiatt, hogy a vita a gyerekek előtt zajlik, és ez bántja őket. A náciztikus pedig ezt az alkalmat arra használja fel, hogy megrontsa az ön pozícióját. Negatív reakciókat provokál ki önben, és ezek által próbálja rossz színben feltüntetni önt. Miközben ön reagál a nácisztikus negatív viselkedésére, ő a felelősséget áthárítja magáról önre. Hiszen ön az, aki reagál. Persze mind ez a gyermekek érzelmi manipulálását is szolgálja. A kialakult helyzet által bizonytalanságot, félelmet és szorongást kelt a gyermekekben is. Ezt azért is teheti meg, mert nincs egészséges szülői kötődése irántuk. Ők is csak a céljai elérésének érdekében hasznosítható, igénybe vehető eszközök a számára. Ezáltal a gyermekekben gyakran kiszolgáltatottsági érzés keletkezik, kialakul egy függési kötödés bennük, ami megerősíti a narcisztikus hatalmát és ellenőrzési befolyását. És így még könnyebb lesz számára felhasználni a gyermekeket a másik szülő ellen. A legtöbb náciztikus visekedési forma hátterében a hatalmi és az irányítási vágy áll: kézben tartani és felülmúlni a másikat. És mivel az együttérzés hiánya. Tipikusan része a személyiségi zavarjuknak, legtöbbször még a gyermekeikkel szemben sem képesek érzékenységre, így a saját igényeiket, akár a gyermekeik kárára is megpróbálják kielégíteni.